Idén már május 1-én elkezdődtek a szabadtéri programok Szekszárdon, de rohamosan közeledik a város egyik legnagyobb közösségi eseményének, a Pünkösdi Fesztiválnak az időpontja is, amely több évtizedes hagyományra tekint vissza a Tolnai vármegyeszékhelyen. Ezen a három napon, május 27-e és 29-e között megtelik újra élettel a Béla Király tér, nagy színpad koncertekkel, kiváló helyi vendéglátók által készített finomságok, a Pünkösdi Fesztivál idejére időzített nagyon finom falatok, több szekszárdi pincészet, sörkínálat, csülök, és hát nagyon-nagyon sok kulturális program kíséri majd az eseményeket. Van egy kis újítás is ebben az évben, amely egy régi elképzelést elevenített fel, mégpedig, hogy a város terei, a belváros terei kicsit szűkössé váltak, és elsősorban a fiatalok keresnek ezeken a hétvégéken is olyan szórakozási lehetőséget, ahol ők is jól tudják magukat érezni. Éppen ezért közös összefogással a piacteret átalakítjuk egy rendezvényhelyszínként, és szombat és vasárnap este egy a kicsit fiatalabbaknak, illetve a kicsit idősebb generációnak szóló diszkóval várjuk új dizájnnal és nagyszerű fellépőkkel a fiatalságot. A pünkösdi hétvége egyúttal a gyereknappal is egybeesik. Elsősorban a Béla Király téren várjuk a gyermekeket, családokat, óriás bábokkal, nagyon sok gyermekeknek szóló színházi, bábszínházos műsorral, illetve nagy örömünkre a Német Nemzetiségi Önkormányzattal való összefogásban újra megelevenednek a német hagyományok is a város főterén, helyi tánccsoportok, óvodás iskolás csoportok, illetve helyi környékbeli fúvószenekarok idézik vissza picit a régi pünkösdi hangulatot, ahogy említettem, hogy a gasztronómiában is ez megnyilvánul. A fesztivál többi területe a korábbi években megszokott módon várja a vendégeket. Itt a Prométheus Parkban és a négysávos úton, a Szent István téren vidámpark, kirakodóvásár, kézműves udvar, sok-sok érdekes játék és szórakozni való dolog várja majd a idelátogatókat. És hát ebben az évben próbáltunk a városlakók számára is egy picit kedvezni, hogy a lehető legrövidebb időszakra kívánjuk csak lezárni a belváros utcái tereit, úgyhogy csütörtök késő estétől kedd estig számítsanak nagyobb korlátozásra. Ez a munkanapok szempontjából így csak a pénteket és a keddet érinti, úgyhogy ezúton is köszönjük a városlakók, az idelátogatók türelmét, és már csak arra várunk, hogy az időjárás is kegyes legyen hozzánk, előrejelzések alapján csodálatos idő várja majd a vendégeket. Úgyhogy mi is nagyon várjuk ennek a három napnak a jó hangulatát. A hagyományokhoz híven a sztár fellépők sem maradhattak ki, ezúttal sem. Első nap, szombati este a mindannyiunk által ismert Magyarország talán legrégebbi és még mai napig is működő együttese, az Omega hagyományait felelevenítő Testamentum zenekar fog zenélni. Tudni kell, hogy ugye a sajnálatos elhalálozások miatt ugye két élő tagja van már csak a kultikus Omega zenekarnak, közülük is Debreceni Ferenc a dobos, aki rendkívül aktív, és létrehozott egy új formációt korábbi Omega tagokból, akik ugye nem alapító tagok, de az elmúlt években közösen zenéltek, illetve néhány tehetséges fiatal együtt kiegészítve visszahozzák azt a hamisítatlan, több évtizede hallott slágereket és azt az Omega feelinget, amelyet Szekszárdon is annak idén többször megcsodálhattunk. Vasárnap este egy újabb, kultikus, szintén több évtizede Magyarország könnyűzenei krémjéhez tartozó Demjén Ferenc, közismertebb nevén Rózsi koncertjét láthatják a városlakók. Ezzel egy tavalyi elmaradásnak is eleget tudunk tenni. A műsor címe Ezzel még tartozom. Mi is tartoztunk a városlakóknak Demjén Ferenc tavalyi elmaradt koncertjével, úgyhogy idén nagy örömünkre vasárnap ez is megvalósul. Hétfő este egy fiatal sztárt üdvözölhetünk, Paulinát, több tehetségkutató verseny győztese és kiváló hangulatot árasztó zenéjét a fiatalok nagyon szeretik, ez tavaly a gyermeknapon maradt el, úgyhogy szintén még egy tartozásunkat pótoljuk ezzel. A piasztéren a már említett diszkók szombaton és vasárnap éjszaka várják a táncos lábúakat, és hát felsorolni is nehéz lenne, javaslom a programfüzet lapjait lapozgatva, mindenki fedezze fel azt a számos fúvószenekari, helyi és környékbeli tehetséges együttes, mozgásművészeti, táncművészeti stúdiót, nem maradhat városi nagyrendezvény Bartina és Tücsökzenés színpad nélkül, de véletlenül sem szeretném kifelejteni. Én azt gondolom, nagyjából egy 60-80 olyan kulturális program és kiállítás, színházi produkció várja az ide látogatókat, amely méltán teszi ezt a fesztivált
oly népszerűvé és évtizedek óta várt eseményé. Köszönjük szépen! A szekszárdi Pünkösdi Fesztivál természetesen idén is kedvez a gasztronómia, illetve a borok szerelmeseinek. Őket a Béla Király térre várják majd a szervezők. Ugye ez az előző években hal és vad ünnep volt, de egyeztetve a szervezőkkel a kínálatot megtartjuk, egy kicsit szélesítjük, úgyhogy lesz rántott malacfül, lesz szarvasburger, lesz csülkös paccal, lesz szarvaspörkölt, szóval mindenféle földi jó van. Három étterem települ ki a Pünkösdi Fesztiválra, a három étterem összesen nagyjából 4000 adag étellel készül. A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. Szervezésében az idén is jelentkezünk a nyitott pincékkel. Ebben az évben 24 pincészet kínálja a kitűnő szekszárdi borokat, 24 helyszínen a borok mellett a gasztronómia is csatlakozik ehhez, mindenhol lehet hideg étel, meleg étel közül választani, szép teraszok, hangulatos pincék várják az ide látogatókat. Segítségül a nem szekszárdi vendégeinknek térképet is készítettünk, a északi és a déli városrész pincészeteit ábrázoló térképünket megtalálhatjuk a honlapunkon, illetve a borvidéki applikáción. Emellett a teljes részletes programról egy részletes programfüzet letölthető szintén a honlapunkról. A Béla Király téren is megtalálhatók a szekszárdi borászok, 6 pincészettel lehet itt találkozni. Zömmel olyan pincészetek várják itt a vendégeket, amelyek a városközponttól távolabb levő területen vannak, így kevésbé tudnak helyszínen vendéget fogadni. A város életében egyébként rendkívül fontosak az ilyen és ehhez hasonló rendezvények, mondja az alpolgármester. Nagyon örülünk annak, hogy a megrendezéshez megvan a lehetőség. Összességében azt szeretném elmondani, hogy a Szekszárd megyei város közgyűlése a városi nagy rendezvényekre 50 millió forintot szavazott meg. Itt a két nagy rendezvény, a Pünkösdi Fesztivál és majd a Szüreti Fesztivál. Ez egy biztonságot, lehetőséget adott a Babits Mihály Művelődési Háznak, és hát azt szeretnénk jelezni, és azt szerettük volna mutatni, jelezni a támogatóinknak, szponzorainknak, hogy a város is a maximális lehetőségével beláll a dolgokba, és tisztelettel kérünk szépen mindenkit, akinek lehetősége van, támogassa a rendezvényeket. Egy nappal kevesebb lesz, de bízunk benne, hogy a műsorfüzetet itt átlapozgatva láttuk azt, hogy nagyon-nagyon színvonalas programmal készül a Babits Mihály Művelődési Ház, és összességében annyit szeretnék kérni, elmondani, hogy az eddigi munkát is köszönjük, és kérünk mindenkit, hogy összefogással legalább olyat, mint a tavalyi, vagy annál jobbat tudjunk összehozni, és ezzel szolgáljuk a városlakókat, és a városlakók részéről meg akkor minél többen vegyünk részt a rendezvényen, mert a legaprólékosabb részletre is odafigyelnek, úgyhogy mindenkinek maximális felhőtlen szórakozást kínálnak.